egy szervezkedő Facebook csoport van, ahol az emberek úgy jelentkeznek, hogy befogadnának valakit. Meg rengeteg cég is van, aki a munkásszállóval támogatva, meg fizetéssel támogatva is alkalmazza a ukrán munkavállalókat. Ezzel az a probléma, hogy ezek a munkavállalók általában mi a 30-40 éves hölgyek, 3-4-5-6 éves gyerekkel. Na most ezek a munkák jó része az 3 műszak. Na most ezt nem mindenki vállalja ilyen kis aranyos kis pici vanokkal. A látható állami segítség az leginkább akkor kezdődött, amikor már látszott, hogy erre EU-s pénz van, és akkor megnyitották ezt a bokot, ami nem egy ördögtől való ötlet egyébként, tehát csak mondjuk egy hónappal később nyílt meg, mint kellett volna. Mi egyáltalán nem vagyunk az ukrán menekültek számára célország, az első számú célország az Lengyelország, hiszen az ukrán nyelv az közelebb áll a lengyelhez, mint az oroszhoz, tehát gyakorlatilag értik egymást. Tranzitország vagyunk, leszámítva a kárpátaljaiakat, akiknek ugye nyelvi problémájuk nincsen egy darab sem. Múlt pénteken számoltuk, körülbelül 500 menekültet láttuk el kajával, higiéniai cuccokkal. Önkéntesekre van szükség, mert fáradtak az emberek, meg főleg nyárban, mindenkinek van általában valami magánélete is, meg szabadság, meg nyaralás. Láttam olyat, hogy adtunk egy májkrémet, ilyen kézzel felnyomtató májkrémet valakinek, ott a sátorban, a pultnál bontotta fel, és így kézzel tolta be. Na, az az ember éhes volt. Ő nem csalt, az nem játék. Ő biztos enni adni, meg hát tipikus higiéniai cuccokat hölgyeknek főleg, némelyik szégyenlősen kértette, némelyik meg egyáltalán nem. Mi Kárpátalján érkeztünk, még április 29-én. Eredetileg ismerősök mielőtt voltunk szálláson, és egy napról másikra kitettek minket szálláson, tehát most ideiglenes szálláson vagyunk jelenleg. Szeretnénk mindenképpen itt maradni Magyarországon, mert Kárpátalján sajnos semmilyen lehetőségük nincsen sem munkára. A gyerekek hiába tanulnak, nincs lehetőségük nekik sem munkára, sem üdesen. Tehát a Bokcsarnokban voltunk, igen, mikor most ki kellett jönnünk az egyik szállásról, az ismerősöktől, és onnan küldtek el minket, a katasztrófa védelem küldött el minket a munkásszállóra. De az az igazság, hogy nagyon ramadt ez a szálló, és ugye nem is az a baj, hogy egy szobában vagyunk, mert szeretünk együtt lenni, mint otthon is együtt voltunk a gyerekekkel, csak együtt szoktunk lenni, hanem ugye olyan helyen van, hogy se egy volt a közelben, se egy játszott, és nagyon el van zárt. Ezért is jöttünk el, hát ha tudnak itt legalább egy pár napra, egy hónapra, vagy bármit segíteni, hogy még találunk valamit, vagy egy munkával, hogy tudjunk dolgozni is, mert szeretnénk dolgozni is, persze természetesen. És akár tehát abban is belemennünk, hogy a munka mellett adnánk egy lakást, és akkor dolgozunk is, meg stb. Vagy nem is tudom. Azt mondták nekünk, mikor készültünk átvenni Magyarországra, hogy mivel úgy jöttünk át a gyerekekkel, hogy nem csak keresztlevéllel, hanem hogy fényképet ragasztottunk az útlevélbe, hogy hivatalosan jöjjünk át, és akik így jöttek át, nem kaphassák ezt a menedékeztetési státuszt. És másfél hónapra körülbelül értesítettek minket, hogy igenis hát mindenki igényelheti, aki ukrán állampolgár Ukrajnából jött át. Tehát ahogy már megkaptuk azóta, hála Istennek, megvan ez a kártyánk is. Szerettünk volna albérletet, viszont meghallják, hogy Ukrajnából jöttünk, vagy hogy négy gyerek van teljesen, mint őket mondjuk először rögtön azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem. Majd értesítjük, vagy eleve megmondják, hogy nem engednek be. Úgyhogy nagyon nehéz, nagyon nehéz. Thank you.